tisztelt kollégáim, kedves munkatársaim, ismerőseim, szeretett barátaim, Istennek gyermekei. Egy karácsonyi üzenetet szeretnék nektek átadni, így az év vége felé közeledve, egy karnyújtásnyira az idei karácsonytól, most már itt aranyvasárnap környékén. És ezt nem a szokványos karácsonyi történetek alapján szeretném elmondani nektek, hanem a Jelenések könyvének 12. részéből a 10. verset szeretném idézni. És hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, ami Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert ami atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal, ami Istenünk előtt. Amen. Tisztelt kollégák, kedves barátaim, ismerőseim, ez egy nagyon-nagyon furcsa év volt, és nem tudjuk, hogy milyen év elé nézünk még, de reménységünk van. Azt gondolom, hogy ez a gyengeség éve volt. Az erőtlenség éve volt. Nagyon sokat hallottam ezt a kifejezést, vagy láttam, tapasztaltam ennek a fogalomnak a megvalósulását emberek életében, és átéltem magam, és átéltük szerintem külön is, némiképpen együtt is. Nem vagyunk olyan erősek mi emberek, ahogyan gondoltuk. Nem vagyunk olyan erősek emberek, ahogyan azt hittük. A gyengeség az erőtlenségébe. Emlékszem, hogy fiatal koromban hogy kerestem mindent, ami az erőről szólt, az erősebb autókat, az erősebb motorkerékpárokat, mindent, ami az erőről szól, az erős barátoknak a jelenlétét az életemben. És most igyekszem sokkal egyszerűbb emberekkel barátkozni, megelégszem azzal, amikor én nem tudok olyan erős lenni, vagy a birtokomban lévő dolgok nem olyan erősek. Pál apostoltól is sokat tanultam ebben, a gyengeség teológiája ez. Talán hallottatok engem igét hirdetni erről, az elmúlt 3-4 évben ez nagyon sokat foglalkoztatott. Mit ért az alatt Pál, hogy én dicsekszem a gyengeségeimmel? Amikor erőtlen vagyok, akkor lehetek erős. Azt gondolom, hogy valami olyasmit mond el nekünk az apostol ezekben a gondolatokban, ami megvalósult az első karácsonyon. A megváltó érkezését hatalmas erővel várták a zsidók, és mások is erre számítottak. Megérkezik majd egy hatalmas uralkodó, különleges jelekkel és csodákkal. És az Úr Jézus Krisztus a gyengeség jeleivel érkezett meg, csecsemőként, tulajdonképpen, mint minden csecsemő, maga tehetetlenül, másokra utalva, másokra számítva, nem a fővárosba, hanem vidékre, nem valami összkomfortos, gyönyörű házba, mert akkor is azért léteztek ilyenek az akkori fogalmak szerint, hanem egy nagyon szegény, szegényes helyre. És ez a karácsony idén számunkra is ilyen lehet. Nem az erőről szól különösen, és nem a te erődről, nem arról, hogy miket vagy képes megoldani, megtenni másokért, vagy önmagadért, hanem arról, hogy erőtlenek vagyunk, és így tapasztalhatjuk meg az Istennek az erejét. Tudjátok, tisztelt kollégák, kedves barátaim, ismerőseim, ha van valami jó ebben az idei vírus helyzetben, a rengeteg szomorúság ellenére, hiszen én is elveszítettem barátokat, hozzám közelállókat is, akik elhaláloztak ebben, ha mégis van valami jó ebben az egészben, az az, hogy a figyelmünk és az emberek figyelme általában Isten felé fordulhat. Ez nem automatikus, nem biztos, hogy megtörténik. De én most erre hívlak téged, hogy éld át ezt. Mi ki vagyunk szolgáltatva oly sok mindennek, nem vagyunk azok az erős emberek, ahogyan azt mi elgondoltuk fiatalkorunkban, vagy elgondolhatnánk a pozíciónk, vagy bármi más érdemünk alapján. Az Isten erejétől függünk. Istenben lehetünk mindenestől, és Jézus Krisztus
Emmanuelnek az eljövetele, az első karácsonyon és jelenléte a mi életünkben, és Krisztus visszatérése erre hívja fel a figyelmünket. Szóval bizonyos szempontból ez az idei karácsony az erőtlenség karácsonya, de ne felejtsd el Pál apostol szavaival, hogy amikor én erőtlen vagyok, amikor a körülmények úgy állnak be, hogy nekem nincs lehetőségem dolgokra, nem tudok úgy gondoskodni gyermekeimről, ahogy szeretném, nem tudok olyan ünnepet alkotni a család számára, ahogyan szeretném, gyengülnek a kapcsolatok, a lehetőségek, Isten lehet erős. Isten lehet erős te benned, Isten lehet erős mi bennünk. És tudjátok, ez azért is nagyon-nagyon fontos, mert ha ezt sem aknázzuk ki, akkor ez az év veszteség. Így viszont lehet nyereség. Hadd imádkozzam most egy mondatban. Mennyei atyánk, bevalljuk, megvalljuk előtted, hogy mi gyenge emberek vagyunk, és rád van szükségünk, a te kegyelmedre, szeretetedre. Atyám, a te szolgádként most eléd hozom mindazokat, munkatársainkat, barátainkat, az ő szeretteit, ismerőseimet, akikhez eljut valahogyan ez az üzenet. Hadd legyünk a te kegyelmedben, hadd legyünk a te védelmedben. Drága mennyei atya, szükségünk van rád. Fiú Isten, Úr Jézus Krisztus, szükségünk van rád. Drága Szentlélek Isten, szükségünk van rád. Áldj meg bennünket, óvj meg bennünket. És drága Uram, kérünk azért, hogy örömteli, pozitív dolgok miatt is, azok által is tedd emlékezetessé a 2020-as esztendőt, annak karácsonyát. Ne csak a rossz hírek, ne a tragikum, ne a nehézség, a nyomor, a probléma, hanem mindezek során, mindezekben, és néha még ezek által is velünk levő kezed simogatása, ölelése legyen a legfontosabb számunkra. Erre kérünk téged, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Áldott karácsonyt kívánok nektek!